fújnak a szelek. Idegen fújnak a szelek. De idegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek. Idegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek. Szabad élet, szabad madár. Szabad élet, szabad madár. De szabad élet, szabad madár. Jaj, de szép, mi szabadon jár. Szabad élet, szabad madár. Jaj, de szép, mi szabadon jár. Nagyon izgultak itt az interjú előtt, azt mondta, gyorsan le akarod tudni, hát nem fogod, bocsáss meg, viszont azt megengedem, hogy bemutasd a zenekart, hogy te mondd ki pontosan a nevet. Térnét sérhely a zenekar, ami annyit jelent, hogy fiatal csillagok. Mi nagyon fiatalok vagyunk, a legfiatalabb tagunk az 17 éves, aztán így megyünk szépen felfele. A zenekar 4 éve dolgozik együtt, muzsikál együtt, 2017 óta. 15-ben vagy talán 16-ban volt egy drámaszínkör még középiskola környékén, ahova jártunk, és mondhatni ott alakultunk meg, tehát ott jött létre a zenekar, úgy kinőtte magát ebből a kis drámaszínkörből, és 17 óta muzsikálunk együtt. Most ugye heten álltatok a színpadon, ez a teljes létszám? Nem, mi 4-en vagyunk a zenekarban, és most vendégzenészekkel bővültünk. Egyébként a lemezünkben is ők játszanak, van egy lemezünk, amit nemrég készítettünk, és a 12 dal van rajta, mind népdalfeldolgozás. Egyébként erdélyi, székelyhalotaszegi népdalokat dolgozunk fel a zenekarral, és vannak olyan dalok, amelyekbe belecsempészünk, egy pici folkolt, egy pici autentikát is. Annyira szerényen mondtad, hogy hát van egy lemezünk, de van egy lemezetek, hát ez nagyon nagy szó, hát erre büszkének kell lenni. Igen. Igen, és ráadásul ugye olyan zenét játszottok, autentikus zenét, amire a legkeményebb rockernek is megmozdult a lába itt a közönség soraiban. Egyébként a ti zenétek a rock zenével, ezzel a metálossal mennyire rokon? Erről egyébként semmit nem tudok, szerintem nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de amikor bejöttem és hallottam, hogy itt szól a rock, hát mondom, egy picit megijedtem, bevallom, és azt gondoltam, hát hogy ide most mi cigányzenét fogunk játszani, hogy fogják egyszerűen lereagálni, de egyébként mindenki nagyon örült, és tomboltak, és táncoltak, aminek nagyon örülünk egyébként. Te hogy érezted most magad a színpadon? Azért egy ideje már együtt zenéltek, felléptetek itt-ott, milyen volt most itt? Megmondjam őszintén, hogy
nem is engem a színpad érdekel, hanem a srácokkal együtt lehetek, mert mi már nem barátok, nem rokonok, mi testvérek nézzük egymást, mert mi, hát ezt nem tudom elmondani, milyen érzés az. Hát ez a zene, hát ez olyan, mint másnak a sport, meg másnak akármi, nekünk ez a hobbi, ezt szeretjük csinálni, jó nézni az emberek, hogy el vannak, táncolnak rajta, nekünk ez már megéri az egész mindent. Beszélj egy picit a próbákról, azok hogyan zajlanak, mennyire kötött mondjuk egy-egy próba nálatok? Húha, úgy látom, valamiben nagyon belenyúltam. Ott vért izzadunk, tehát de komolyan veszük a próbákat. És olyankor én nagyon át szoktam venni az irányítást, nagyon szeretek irányítani a próbákon, ütemvágom, nem, egyébként nem ütemvágom őket, de nagyon, nagyon komolyan veszük a próbákat, és nagyon sokat próbálunk és gyakorolunk. Azt mondtad, hogy vért izzadtok a próbákon, ebből semmi nem látszik, amikor a színpadon vagytok, annyira lazán, hát, hogy... könnyed, és egyébként ez nem is tudom, de attól függetlenül annyira nagy, meg annyi sok munka van ebben, hogy nagyon sok, csak élvezzük, és ez egyébként átragad a közönségre, ez az élvezet, tehát láttuk, hogy mindenki megmozdult. Beszéljünk egy picit a mentorotokról, ugye nektek van egy szuper zseniális mentorotok, de Marcsek Zsuzsa. Igen, pontosan. Imádjuk. Tehát mondhatni nekünk ő a második anyukánk. Tehát tényleg az utunkat ő egyengeti folyamatosan. Szerintem nélküle nem is tartanánk ott, ahol most vagyunk. Mi az, amiben a legtöbbet tud nektek segíteni? Egyébként mindenben, a zenében is, és a magánéletünkben is segítgelt, és tehát mondom, hogy mintha a második anyukánk lenne, zenében főleg, és ő is szokott minket picit úgy a jó irány felé vezetni, sőt a próbákon is, olyankor még jobban. Mik a következő tervek esetleg fellépés ügyileg? Ugye itt elhangzott egy olyan is, hogy jó lenne saját dalokat írni. Igen, mindenféleképpen muzsikálni az országban, és nem csak az országban, hanem országon kívül is. Egyébként nagyobb fesztiválokra szeretnénk egyébként bejutni. Szerintem ez még egy cél. És folyamatosan csak menni, járni az országot és muzsikálni, ennyi. Azért amellett sem menjünk el, hogy nemrég a Párnograszt előzenekara voltatok ugyanitt a Klub Hollywoodban. Igen. Gyakorlatilag. Ez szerintem nagy szó. Azért ők egy nagyon elismert zenekar ma Magyarországon. Bizony, és nagyon szeretjük is őket. Olá Józsi nekünk a lemezünkön is formált, és segített minket. Nem csak itt a színpadon, és ő volt az, aki felvette, vagy amikor segített nekünk felvenni a lemezt. Szeretjük őket nagyon, és mondhatni, mintha nem tudom, ilyen kis, mi lennénk a kicsi Párnograszt. De ez már nem volt olyan szerény, mint amikor a lemezedről beszéltetek. Van esetleg arra... Utánpótlás. Ez jó. Van esetleg arra mondjuk kilátás, hogy egy országos turné akár tényleg az ő előzenekarukként? Hú, hát nagyon jó lenne, és nagyon örülnénk neki. Egyébként még nem volt ilyen, de nagyon sok fellépésre elmentünk már velük. Egyszer voltatok talán a Szigeten is, ugye? Csak akkor én még nem voltam. Hoppá, akkor gyorsan átadjuk a mikrofont. Mi is volt ez a szigetes fellépés? Sziget Fesztiválon ilyen táncházat kellett létesíteni, és akkor úgy gondolták, hogy mi lennénk az egy zenekar, aki a táncházat lebonyolít alá. Nem tudom, hogy honnan jött ez, hogy mi legyünk, de nagyon örültünk neki persze, és megtisztelő volt, hogy Sziget Fesztivál Magyarország szerintem egyik legnagyobb fesztiválja, hogy ott lehettünk. Mondhatni, hogy ez mérföldkő volt a ti életetekben? Hát igen. És mennyire sajnálod, hogy kimaradtál ebből? Igen, mert én akkor egy másik zenekarommal voltam fellépni, és nem tudtam elmenni. Na de hát, ha lesz még ilyen óriási fesztiválos fellépésetek, mondjuk, hogyha 10 éves távlatban nézzük a zenekart, igen, akkor 10 év múlva hol szeretnétek tartani, miről fogunk beszélgetni 10 év múlva egy interjúban? Nagyon sok lemezünk lesz addigra már, nagyon sok fesztiválon, vagy fesztivál sztorikról is majd fogunk beszélni. Nem tudom egyébként. Most inkább az van, hogy ilyen kisebb célokat tűzünk ki, és azokat megvalósítjuk. De talán erről.
Sejtem megátkozott engem az édesanyám, hogy ne legyen se országom, se köszönjük szépen! A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.